Sziasztok, itt vagyunk a nyírádi futam előtt. Pár óra múlva eldől az idei bajnoki cím sorsa. Mennyire vagy izgatott ezzel kapcsolatban? Hát csak az izgalomnak csak annyi a jelentős, hogy kibírja az autó. Tehát ha kibírja, akkor szerintem meg lesz. Idáig egy edzés volt, sikerült első időt mennem, úgyhogy ha a technika bírja, akkor remélem én nem rontom el. Azért az osztrák kollégák még itt belezavarhatnak a képbe, nem? Hát igen, ővelük azért itt Nyírádon el szoktam bírni, tehát mondom, tényleg kocsi függő. Meg rajtam múlik, hogy mennyire tudok összpontosítani. Köszönöm szépen, így legyen. Köszi. Nyírádi futamon 2013-ban, de még érdekes a helyzet, mert hallom, hogy nem tudod, hogy mi a végeredmény? Hát a verseny végeredményt nem tudok, de a lényeget tudom, hogy sikerült a 8. bajnoki címet megszereznem. Ennek nagyon örülök, ez nekem egy határvonal volt. És a mostani motivációm, a következő motivációm az pedig a 10, mert az kerekszám, úgyhogy nem kopok még le innen. Nem volt azért ilyen könnyű, volt a problémák a nap folyamán, mi történhető? Hát első futamban egy kicsit rajtot elrontottam és összeütköztem egy kocsival. De annyira jó ez az autó, hogy eltörött lengőkarral is tudtam menni úgy 4 kört, hogy 5. időm volt. Onnantól pedig sikerült mennem egy két második időt, úgyhogy így meglett a... De ebből most nem tudom, hogy tulajdonképpen második vagy harmadik lettem ezen a versenyen, de ez teljesen mindegy, itt a 8. bajnoki címmel fontos. Hogy summázod az évet? Hát szerintem nagyon jó volt. És nagyon érdekes volt, hogy a Kárétom egész végig meccsbe voltunk. Tehát folyamatosan egy versenyi pont lemaradása voltunk egyikünk, másikunk. Nekem is volt műszaki gondja, neki is volt szerencsétlen esete, úgyhogy tényleg most dölt el a mai nap az utolsó futamon. Köszönöm szépen, gratulálok! Köszönöm.